gondban a fuvarozók. A magyar szállítmányozókat is megoldhatatlan feladat elé állítja az a több nyugat-európai országban bevezetett szabály, mely szerint a kötelező 45 órás heti pihenőidőt a gépjárművezetők nem tölthetik a kamionjukban. Megújulnak a szálláshelyek. Becslések szerint 300 milliárd forintból mintegy 2000 szálláshely újulhat meg Magyarországon a következő években. Ez a szeptemberben induló kisfaludi turisztikai fejlesztési programnak köszönhető, amely várhatóan 2030-ig fejeződik be. 16. Vidor Fesztivál. 300 programot, köztük világzenei koncerteket, előadásokat, szabadtéri filmvetítéseket kínál a közönségnek augusztus 25-e és szeptember 2-a között a rendezvénysorozat. A kelet-európai, azon belül a magyar szállítmányozókat is megoldhatatlan feladat elé állítja az a több nyugat-európai országban bevezetett szabály, mely szerint a kötelező 45 órás heti pihenőidőt a gépjárművezetők nem tölthetik a kamionjukban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete az Európai Bizottság közlekedési biztosánál tiltakozott a szerintük diszkriminatív intézkedés ellen. Több ezer magyar kamion fut rendszeresen a nyugat-európai utakon, jelentős szerepet vállalva a kontinens árufuvarozásában. A szakmában érdekeltek szerint az elmúlt időszakban több olyan jogszabály is született, amely nehezíti a kelet-európai cégek helyzetét. Ilyen volt az országonként változó órabér kötelezővé tétele, a legújabb gondot pedig a kötelező pihenőidő eltöltésének szabályozása okozza. Kelet-Magyarország egyik legnagyobb szállítmányozási cége mintegy 500 kamiont futtat, így számukra is élő a probléma. A 45 órás kötelező pihenőidőt a gépjárművezetőknek, amelyet európai szabályozás ír elő, azt mondják a külföldi jogalkotók, hogy ezt szállodában kell igénybe vegye a gépjárművezető, és szállodában kell töltse ezt az időszakot. Ezt a jogszabályt ezt úgy hozták meg, hogy az ehhez szükséges infrastruktúrális feltételeket semmilyen formában nem biztosították. Hogy példákat mondjak, Németországban közel 360 auditált kamionparkoló található, ebből mindössze 11 felel meg annak, hogy szállodai szolgáltatást is és őrzési szolgáltatást is biztosít. Ugye vegyük figyelembe, hogy egy kamion értéke a 100 ezer euró, nagyságrendileg a szállított áru értéke pedig több 100 ezer eurót képviselhet. Más országokban, például Franciaország, mindösszesen 6 ilyen parkoló, vagy Belgiumban például mindössze 1 darab ilyen parkoló található, ami megfelelne ennek a szabályozásnak. Ezek parkolók sem lokálisan, tehát előfordulhat, hogy 1000 kilométer kerülőre van szükség egy fuvarfeladat teljesítése során, hogy egy parkolót igénybe vehessünk. Ez meglehetősen diszkriminatív és teljes mértékben ellehetetleníteni a kelet-európai fuvarozók működését ezen jogszabályok pontos alkalmazása. Az érintettek igyekeznek mindent megtenni a jogszabály megváltoztatásáért. Ezért a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete az Európai Bizottság közlekedési biztosához fordult. Bízunk abban, hogy a szükség az elmúlt időszakban megtett érdekképviseleti lépések és a megfelelő politikai szinten történő lobby tevékenység meghozza az eredményét, és ezeket a jogszabályokat hatályon kívül fogják helyezni, avagy biztosítják a jogszabály betartásához szükséges infrastruktúrális lehetőségeket. Pető Bence elmondta, eddig egy esetről tudnak, amikor a jogszabály szellemében büntettek a hatóságok. Belgiumban román sofőröknek kellett jelentős összeget fizetniük azért, mert a kamionjukban aludtak. Becslések szerint 300 milliárd forintból mintegy 2000 szálláshely újulhat meg Magyarországon a következő években. Ez a szeptemberben induló kisfaludi turisztikai fejlesztési programnak köszönhető, amely várhatóan 2030-ig fejeződik be. A kormány célja, hogy a turizmus GDP hozzájárulása a jelenlegi 10-ről 16%-ra emelkedjen. 14 év alatt az összes szálláshely megújulhat Magyarországon. A kormány új programjának célja a vidéki szállodák és panziók fejlesztése. Erre 2030-ig 300 milliárd forintot biztosítanak a kisfaludi turisztikai fejlesztési programban. Ez azonban az igények függvényében még változhat. 2000 szálláshely, 30 ezer szoba felújítása és 5000 új munkahely létrejöttét jelenti majd a nagyszabású terv. A támogatási összegekre szobánként lehet pályázatot benyújtani, ennek részleteiről Nádasdy István beszélt 35 perc című műsorunkban. A szállodának minden fejlesztése belefér. Van ott egy
ugye maximum határ, tehát a projekt összegnek a maximális határa, a szobákhoz igazították egyenlőre. Tehát ez azt jelenti, hogy egy csillagos szálloda szobánként 3 millióval támogatható, a két csillagos 5 millióval, meg a panziók, a három csillagosok 7 millióval, a négy csillagosok 9 millióval, és az öt csillagosok 11 millióval, bár vidéken nem annyira jellemző az öt csillagos szálloda. Azért is kedvező a felújítási program, mert például egy fűtéskorszerűsítés önmagában nem a támogatható felújítások közé tartozik, de ha a szobafelújításhoz kapcsolják, akkor engedélyezhető. A 300 milliárdos keret felét hazai forrásból biztosítják, a másik felére pedig a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes kamatozású hitele is felvehető. Hogyha 50%-os lesz a támogatás intenzitás, akkor 50% önerő kell hozzá, de ez 10% saját erő, és a Magyar Fejlesztési Bank hozzáállt ehhez a projekthez, mellé állt, nagyon komolyan, és azt mondja, hogy 3-10 éves futamidőre kamattámogatott hitelt lehet felvenni ezeknek a projekteknek a megvalósítására. És azt gondolom, hogy egy racionálisan megtervezett szárdafelújítás ki tudja termelni kényelmesen ezt a kamattámogatott hitelt mondjuk 10 év alatt. A Kisfaludi Turisztikai Fejlesztési Programra első körben már szeptember elejétől lehet benyújtani a támogatási igényeket. A Nyírség, Toka és a Felső-Tisza bekerült a kiemelt régiók közé. A kormány célja, hogy a turizmus GDP hozzájárulása a jelenlegi 10%-ról 16%-ra emelkedjen a következő években. A Korona Hotel a programtól függetlenül már idén megújul Nyíregyházán. A műemlékvédelemmel egyeztetve új színeket kap az épület, fehér és szürkés kék lesz, de nyílászáró csere is a tervek között szerepel. Ez a beruházás szeptember 10-én kezdődik. Műszaki hibás traktor okozott balesetet ma délelőtt Nyíregyházán a Tünde utcán. Először egy kerítésnek ütközött, néhány száz méterre pedig egy villanyoszlopot is kidöntött. Az okozott kár milliós nagyságrendű, a rendőrség a műszaki hibás járművet lefoglalta. 300 programot, köztük világzenei koncerteket, előadásokat, szabadtéri filmvetítéseket kínál a közönségnek augusztus 25-e és szeptember 2-a között a Vidor Fesztivál. A programok döntő többségét Nyíregyházán tartják majd meg, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 20 másik településére is kitelepül a fesztivál. Újdonság, hogy megújult a rendezvény arculata, és a fesztivál helyszínek is kibővültek a Nyírségi megye székhelyen. A tavalyi fesztivál egyik nyertes színházi előadása, ehhez hasonló élményben lesz részük az idei előadásokra jegyetváltóknak. A színházi versenyprogramban 9 nagy színpadi és 9 kamara színpadi előadást láthat a közönség. De nem csak ez lesz a 2017-es Vidoron, a szabadtéri filmvetítések mellett tartanak képzőművészeti kiállításokat, táncházakat, Duma színházat, irodalmi esteket, valamint világ és komoly zenei koncerteket is. Megújult a fesztivál arculata, és új helyszínek lépnek be az augusztus végi, szeptember elejé rendezvény forgatagba, hangzott el a beharangozó pénteki sajtótájékoztatón. Új helyszín lesz a Kossuth téren, a Kossuth szobor mellett az úgynevezett kis színpad. Itt minden nap már 17:30-tól lesznek láthatóak koncertek, és mindkét hétvégén este 10 órától egy bónusz fellépő is látható lesz. Illetve bevonjuk a programokba a Hősök terét, ahol láthatóak lesznek a bábszínházi, illetve az utcaszínházi előadások. Ennek korábban a helyszíne itt volt a Kossuth téren. Valamint egy teljesen új dolog lesz a Vidor terasz, ami a Kossuth szobor jobb oldalán lesz található. Az volt a szándékunk, hogy a várost még pezsgőbbé, még élettel telibbé tegyük. A költségvetés tavaly óta nem változott. A fesztivált mintegy 100 millió forintból rendezik meg a kormány, az önkormányzat és egy magánvállalkozás támogatásával. Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a rendezvény biztos anyagi háttérrel rendelkezik. Egyre népszerűbb és egyre színvonalasabb a program, idén is ilyen lesz, hiszen tavalytól a Bige Holdinggal, Bige László úrral kötöttünk egy hosszú távú szponzori szerződést. Ez garancia arra, hogy a színvonal magas lesz, nagyon jó produkciók jönnek, és hogy ez az időszak is nagyon jó, mert egyébként amikor az emberek talán azért keseregnének, hogy vége a nyárnak, nyári szabadságnak, kezdődnek a munkás hétköznapok, akkor jön a Vidor Fesztivál. Ez általában egy nagy találkozási program is a nyíregyházaknak, megyebelieknek, hiszen nagyon sokan bejönnek Nyíregyházára.
A zenei vonalban afrikai, európai és ázsiai világzenészek adnak koncerteket, de a hazai kínálat is erős lesz. A legnépszerűbb magyar könnyű és népzenei együttesek is zenélnek majd a közönségnek. A belváros utcáit pantomimesek, artisták, élőszobrok, tűzsonglőrök és karikaturisták lepik el. Tartanak utca és bábszínházi előadásokat. A kulturális esélyegyenlőség javítását szolgáló rendezvények között lesznek a vidéki fellépések, valamint előadó este nyíregyházi és tiszalöki börtönökben. A sokszínű programot a Vidor főtámogatója is méltatta a tájékoztatón. Kicsit összehozza a városlakókat, kicsit közösségformáló. Amellett, hogy az emberek itt élnek ebben a városban, szeretnénk magukat jól érezni, és a Vidor Fesztivál egy jó alap ahhoz, hogy esténként megnézzenek egy kiváló előadást, egy jó színházi darabot, vagy egy jó koncertet, hiszen végignézve a prospektusát a fesztiválnak, mindenki megtalálhatja magának a saját kultúrájához, igényeihez való előadásokat, és ez nagyon fontos, ez nagyon jól összeállított anyag van, nagyon sok embert fog vonzani. A színház jegyek 80%-a már elfogyott, de az értékesítés tovább tart a színház jegyirodájában. A megmaradt belépőkhöz az online felületeken és nem sokára induló új Vidor mobil applikációban is elérhetőek lesznek. A hagyományoknak megfelelően a rendezvények 90%-a ingyenes lesz. Jegyeket lényegében csak a színházi és Duma színházi előadásokra kell megváltani. Újabb grévizebra született a Nyíregyházi Állatpark Afrika szavannáját bemutató kifutó rendszerében. A legnagyobb termetű zebrafajról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Hazai környezetben a Moson-Magyaróvár ellen kezdi a szezont a kisvárdai futballcsapat. Az új edző Kondás Elemér által irányított 13 játékossal megerősített együttes célja, hogy harcban legyen az NB1 bejutásért. A Kisvárda-Moson-Magyaróvár mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Várkerti pályán. Ezen a héten Budapesten edzette, a következő két hétben pedig a svájci csapatbajnokságban szerepel Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező ezt követően az Egyesült Államokba utazik, ahol egy ATP 250-es verseny után a US Open főtábláján próbál meg minél tovább jutni a világranglistán jelenleg 110. helyen álló játékos. Újabb grévizebra született a Nyíregyházi Állatpark Afrika szavannáját bemutató kifutó rendszerében. Füles, a tenyész csődör az elmúlt egy hónapban kétszer is apa lett, hiszen a vele egy kifutóban élő nőstények két hét különbséggel adtak életet egy-egy kis zebrának. A Magyarországon csak itt látható grévizebra csoport így már 5 tagot számlál. A Nyíregyházi Állatpark 2008 óta tart grévizebrát, ekkor érkezett a fajmegőrzési program keretében egy csődör Németországból, majd 2013-ban érkeztek meg kancái, lengyel és cseh állatkertekből Sóstófürdőre. A grévizebra család igen termékeny, hiszen kifutójukban két héten belül kétszer is kopogtatott a gólya. Az ellés mindkét esetben problémamentesen zajlott, így nem volt szükség sem a gondozók, sem az állatorvos segítségére. A két különleges grévizebra Csikó két hét különbséggel látott napvilágot, először egy kis kanca, majd rá két hétre a kis csődör is megszületett. Jelenleg az anyaállatokkal külön kifutóban élnek, és főtápláljuk az anyatej. Egy hónaposan majd elkezdik szemezgetni a szálas takarmányt is, de egészen 7 hónapos korukig főleg anyatejjel fognak táplálkozni. Füles az a csődör jelenleg külön kifutóban él, de hamarosan meg fog ismerkedni a családdal is. A grévizebra a legnagyobb termető zebrafaj, és egyben a legnagyobb vadon élő lóféle. Természetes élőhelyén mindössze 2000 egyed él belőle. A fajt elsősorban élőhelyének szűkülése és a pásztorkodás terjesztése veszélyezteti. Ma kizárólag Dél-Etiópia és Kenya száraz területein, bozótosaiban fordul elő egyre kisebb számban. A többi zebrától eltérően a faj nem alkot állandó csordákat, a különböző nemű egyedek véletlenszerűen verődnek össze. A többi zebrafajtól, az alföldi és a hegyi zebrától könnyen megkülönböztethető, hiszen hasa töve fehér, s a hátán a gerinc mentén fehérrel keretezett sáv fut végig, s füle is jóval nagyobbak. Nevét Jules Grévy 19. századi francia köztársasági elnöktől kapta, aki egy ilyen állatot kapott Abessinából.
A Nyíregyházi Állatpark igazi kuriózum a zebrafajok kedvelőinek, hiszen a grévi zebra mellett az alföldi zebra két alfaja, a böhm és a Chapman zebra is megtekinthető egy másik kifutóban. Hazai környezetben a Moson-Magyaróvár ellen kezdi a szezont a kisvárdai futballcsapat. Az új edző Kondás Elemér által irányított 13 játékossal megerősített együttes célja, hogy harcban legyen az NB1 bejutásért. A Kisvárda-Moson-Magyaróvár mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Várkerti pályán. Alaposan átalakult a Kisvárda játékos kerete az előző szezonhoz képest, 13 játékos távozott az NB2 legutóbbi bronzérmesétől, helyükre pedig 13 új labdarúgó érkezett. Némileg árnyalja a képet az a tény, hogy a tavalyi kezdő 11-ből mindössze 4-en hiányozhatnak majd a szezonnyitón, ennek ellenére új csapatot kell építeni a szakmai munkát júliustól irányító Kondás Elemérnek, mégpedig úgy, hogy közben az eredményességet sem lehet szem előtt téveszteni. A bajnokság eleje pedig meglehetősen sűrű, szeptember 2-ával bezárólag 7 fordulót játszanak le a csapatok. A Kisvárda sorsolása felemásnak mondható, az első 4 fordulóban ugyan 3-szor is hazai pályán játszanak Gosztonyiék, de a Moson-Magyaróvárt követően a Győr, az Alaegerszeg és a Gyirmót ellen kellene a lehető legtöbb pontot begyűjtenie Kondás Elemér együttesének. Nem szoktam pontszámot tervezni, vagyis hát tulajdonképpen, hogyha Lakat Karsi bácsit idézném, vagy akár a Rudi bácsit, Ilovszki Rudi bácsit, hogy győzelmet kell mindig kalkulálni, mert a vereség úgyis jön magától. Tehát nyilván én korábban is úgy voltam vele, hogy minden mérkőzésre úgy készültem a csapattal, hogy azt meg akarjuk nyerni, meg szeretnénk nyerni. Aztán utána a mérkőzés közben kialakul az, hogy éppen milyen eredményt tudunk elérni, de azon leszünk, hogy a lehető legjobb eredményt ki tudjuk hozni ezekből a mérkőzésekből. Én azt mondom, hogy nem mennék annyira előre, én az első fordulóban gondolkodom, azt szeretnénk megnyerni a hazai találkozót elsőt. Fontosnak tartja a jó rajtot a csapatkapitány Lukasz Bertucci is, aki szerint egy sikeres kezdés meghatározhatja a csapat egész őszi szereplését. Mindenfélig győzelem szeretnék az EOS, mert szerintem nagyon fontos, hogy az EOS bajnoki megnyerünk, hát akkor plusz motivációs is tud át, plusz energia tud át a csapatnak az egész szezonban. A Kisvárda-Moson-Magyaróvár mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 20 óra 40-től láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Budaörs-Gyirmót, Budafok-Nyíregyháza-Spartakusz, Szolnok-Dorog, Vác-Soroksár, Cegléd-Grosics Akadémia, Békéscsaba-Kazincbarcika, Csákvár-MTK-Budapest, Siófok-Sopron és Zalaegerszeg-Győr. Ezen a héten Budapesten edzett, a következő 2 hétben pedig a svájci csapatbajnokságban szerepel Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező ezt követően az Egyesült Államokba utazik, ahol egy ATP 250-es verseny után a US Open főtábláján próbál meg minél tovább jutni a világranglistán jelenleg 110. helyen álló játékos. A profi teniszezők élete már csak olyan, hogy viszonylag kevés időt töltenek állandólag helyükön. Fucsovics Márton a héten, ha Nyíregyházáig nem is, de Budapestig eljutott, ahol edzőjével, Sávolt Attilával készült a következő versenyekre. Június vége, július eleje meglehetősen mozgalmasra sikeredett Fucsovics számára, mivel 2 tornagyőzelem, a wimbledoni főtáblás szereplés és a világranglistán a top 100-ba kerülés azt jelentette, hogy pályafutása legsikeresebb napjait élte meg a teniszpark esélyes játékosa. Így nem is kérdés, hogy milyen érzésekkel érkezett haza a rövid pihenőre. Nagyon jó érzésekkel, pláne úgy, hogy 99. lettem a ranglistán, és egy nagyon-nagyon jó hetet zártam, jó kedvel edzettem, jó érzés bent lenni a tenisz elitébe, úgyhogy egy pár napot itthon töltöttem, pihengettem, edzettem, és készülök a következő versenyekre. Én ilyen még nem volt, hogy alanyi jogon a főtábláról indulhatok, már úgy készültek egy versenyre, nem kell selejtezőt játszani, hanem már a főtáblára tudok készülni. Tudok előtte játszani egy Winston-Salemben lévő előversenyt, úgyhogy nagyon készülök. Fucsovics Márton tavaly is ott volt a US Open főtábláján, akkor az első körben búcsúzott. Ezúttal tovább szeretne lépni az aktuális világranglista 110. helyén álló teniszező. A következő lépcsőfok az lenne, hogy Grand Slam tornán is tudjak nyerni főtáblán. Nem lesz egyszerű, Grand Slam mindig más játszani, mint egy ATP-t vagy a Challenger tornát, de szerencsére jól megy a játék, egyre jobban játszok. Remélem, hogy most egy jobb sorsolást is fogok kapni, és tudok nyerni végre.
Fucsovics a következő két hétben egy zürichi csapat színeiben a svájci csapatbajnokságban szerepel. Azt követően augusztus 15-én az Egyesült Államokba utazik, ahol Winston Salemben elindul egy ATP 250-es tornán. Augusztus 28-án pedig kezdődik a US Open. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A kelet-európai, azon belül a magyar szállítmányozókat is megoldhatatlan feladat elé állítja az a több nyugat-európai országban bevezetett szabály, mely szerint a kötelező 45 órás heti pihenőidőt a gépjárművezetők nem tölthetik a kamionjukban. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete az Európai Bizottság közlekedési biztosánál tiltakozott a szerintük diszkriminatív intézkedés ellen. Becslések szerint 300 milliárd forintból mintegy 2000 szálláshely újulhat meg Magyarországon a következő években. Ez a szeptemberben induló kisfaludi turisztikai fejlesztési programnak köszönhető, amely várhatóan 2030-ig fejeződik be. A kormány célja, hogy a turizmus GDP hozzájárulása a jelenlegi 10-ről 16%-ra emelkedjen. 300 programot, köztük világzenei koncerteket, előadásokat, szabadtéri filmvetítéseket kínál a közönségnek augusztus 25-e és szeptember 2-a között a Vidor Fesztivál. A programok döntő többségét Nyíregyházán tartják majd meg, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 20 másik településére is kitelepül a fesztivál. Újdonság, hogy megújult a rendezvény arculata és a fesztivál helyszínek is kibővültek a Nyírségi megyeszékhelyen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 28-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat elérhetik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is többnyire napos időre számíthatunk, délnyugat felől egyre melegebb és szárazabb levegő érkezik fölénk. Az éjjeli órákban gyenge felhős idő várható. Este lehet még elszórtan zápor, zivatar, később nem valószínű csapadék. Északnyugatira, északira fordul a szél, többnyire mérsékelt marad, időnként lehet egy-egy élénk széllökés. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben sok napsütés várható, csak időnként növekszik meg kissé a felhőzet, de elsőre nem kell számítani. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben, amit éjszaka hidegfronti hatás vált föl. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Vasárnap és a jövő hét elején már igen meleg levegő érkezik fölénk, így egyre melegebb, igazi nyári időre számíthatunk. Eleinte lesz még kevés felhő, majd a jövő hét közepéig szinte zavartalan lesz a napsütés. A kánikulát frissítő záporok, zivatarok sem enyhítik majd.